A legújabb vizsgálatok szerint, ami Amerikát és a nyugat-európai társadalmat vizsgálta, 50-70%-os a családon belüli bántalmazás. Az ember el sem hiszi, hogy van olyan, hogy miközben valaki hazafelé tart a kocsiban, nem azon gondolkodik, mit fog játszani a gyerekkel, vagy hogyan tölt el egy kellemes estét a családja körében, hanem azon, hogyan fogja kínozni őket. A családon belüli erőszak sokkal szélesebb rétegeket érint, mint a fizikai bántalmazás. Kertész Ágnes pszichológus azt mondja, ez elsősorban a fejlettebb nyugati világban jelenlévő probléma. Minőségében is nagyon-nagyon változatos problémarendszert foglal magába, hogy pontosan mit is jelent a családon belüli erőszak. Nagyon sok megfogalmazása van, én most egyet szeretnék önökkel megosztani. Gyakorlatilag akkor beszélünk családon belüli erőszakról, hogy a családnak az egyik tagja valamilyen magatartást vagy viselkedést tanúsít, vagy kísérletet tesz arra, hogy a család egy másik tagját, vagy több tagját anyagi, testi, lelki, vagy jogi értelemben elnyomja, felettük dominanciát gyakoroljon. A társadalom jelentős része számára szinte mindennapos esetek a fenyegetés, az érzelmi korlátozás vagy a megalázás nem tartozik az erőszak kategóriájába. Pedig a hatása az ilyen viselkedésnek nem marad nyom nélkül. Sajnos a magyar társadalmi gondolkodásban még csak a konkrét fizikai bántalmazás az, amit számon tartunk, és gyakorlatilag a fenyítés, a szóbeli megalázás, vagy különböző viselkedési módok, amivel korlátozunk, nem tekintjük problémának, nem tartjuk az erőszaknak vagy a bántalmazásnak bizonyos formájaként számon. Kertész Ágnes azt mondja, a hozzájuk bekerülő betegek majd mindegyikében a probléma kialakulásának gyökerében ott található a családon belüli erőszak valamilyen eleme. Az esetek jelentős számában titokként kezelődnek a családokban, ám a bántalmazott nagyon ritka esetben tudja feldolgozni a történteket, aminek aztán pszichés betegség lesz a vége.